Semmi baj. Semmi baj. Ezt a kis 5-7-es buldogkölyköt próbálták héttársával együtt átcsempészni a határon. A kutyusok hamis útlevéllel érkeztek, amit a NAV munkatársai szúrtak ki a román furgon ellenőrzése során. Egy héttel ezelőtt 6 darab kis bisonkutyát találtak, a tegnapi nap folyamán pedig 8 darab francia buldogkutyát. A történet mindkettőjüknél ugyanaz volt, hamis útlevelekkel próbálták őket átcsempészni romániai indulással, olaszországi úti céllal. És hát szerencsére észrevették és megtalálták ezeket a kutyákat, illetve még arra is figyeltek, hogy nem dőltek be annak, hogy útlevelük van, hanem megnézték az adatokat, ami alapján az útlevélben szereplő kutyák jóval idősebbek voltak, mint a mi kis babáink. Habár a kutyusoknak ezúttal szerencséjük volt, az Aska állatmenhely vezetője arról számolt be, hogy további egészségügyi vizsgálatok szükségesek még a kicsiknél. Azt tudjuk, hogy egy hideg autóba, a nagy minuszokba szállították őket, mert hogy a picik tüsszögnek és meg vannak fázva, jelenleg kezelés alatt vannak, van olyan, akinek hatalmas ködöksérve van, van olyan, aki bőrbeteg. Az biztos, hogy nem tenyészetből, hanem szaporító telepről származnak. A kutyák örökbefogadására egyelőre nincs lehetőség. Amint teljesen egészségesek lesznek, befogadó szülőknél szállásolják majd el őket, és csak ezután kerülhetnek leendő gazdáikhoz.